egy fuvola hang az olyan, hogy ha ezen a fuvola hangon fújsz a saját hangodon, akkor nem lehet összecserélni senkivel. Ez lesz a fellépő ruhám. Alapjáraton izgulós vagyok, csak miután már annyira túlreagáltam dolgokat, hogy muszáj volt valamit kitalálni, és erre jött, hogy én direkt lenyugtatom magam agykontroll segítségével. Összeérintem a három ujjam, és teljesen megnyugszom. Tényleg egy hideg hullám jön fentről. Nekem nagyon fontos, hogy miközben játszom, a közben nyugodt legyek, és én akkor tudom átadni azt a zenét, amit leírt a szerző, hogyha én teljesen nyugodt vagyok. Jó, oké. Anya, mosolyogsz nekem? Üdvözlünk szeretettel, nem kell nagyon izgulni, csak egy kicsit, az még hozzátartozik azért a játékhoz. Néhány szót magadról mutatkozz be, légy kedves, és mondd meg, hogy mit játszol, és honnan jössz? Wendler Enikő vagyok, augusztusban töltöm a 16-ot, és Győrből jöttem. És Louis Andriessennek a Szonáta című darabját fogom játszani. Parancsolj! Köszönöm. Kortárs ellenére. Nagyon, nagyon jó. Nagyon jó melódiák vannak benne. Nagyon nem izgatja magát attól, hogy itt van 46 kamera, meg csomó ember. Szerencsére nem. Ő ez az igazi versenyló típus. Jó darab, nem? Ja, jó. Ugye? Miatt, tehát egy fő. Szép a hangja. Ha kell, akkor odaadom szívesen, meg együtt. Nem, még nincs vége, még nincs vége. Cikiztük, hogy a kortársak... Figyeld, annyira jó. Éppen ezt mondom, hogy olyan magabiztosan a stílusok között ott van. Enikő, nagyon szeretem az ilyen fajta fuvola hangot, tehát sallangtalan, és tényleg mindegy ilyen tavaszi szellő, ami vizet áraszt. Gratulálok. Köszönöm. Hát én is így gondolom. Még azt szerettem volna megkérdezni, hogy pályamódosításon te nem törted a fejedet még? Szóval a fuvola már végleges?
Igen, ez 5 éves korom óta. Egészen végleg. Biztos? Hegedülni se akarsz elkezdeni? Hát, most lehet, hogy elgondolkozom. Én adok egy ilyen negyedes, vagy nyolcados. Jó volt a darab választás. Jó, abszolút jó. Most megmutatok mindent. Igen. Minden. Kedvesen megoldotta ezt a zenét. Nekem tetszett. Na, Robi. Van zsepi. Te neked van még hegedűd? Nem. Nincsen? Mindenkinek csak egy van.